Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy láthatjátok, itt vagyok kint a lovardába, és igen, nagyon ki vagyok sminkelve. Normál esetben nem lennék ennyire kisminkelve, viszont Bencével videóztunk, amit nála már láthattatok is. A Bence öltöztetett engem videót sikerült felvennünk. Gyönyörűen néztem ki, úgyhogy ha véletlen nem láttátok még, akkor nézzétek meg. És ahogy az előző videómban mondtam, ugye Sanyi fogja lovagolni ebbe a szezonba Enjoyt, aki itt van és éppen táplálkozik. Ők most értek fel egyébként Pestre, én pedig otthonról jöttem ide ki a lovardába, egész hétvégén itt vagyunk. Pár dolgot szeretnék nektek gyorsan elmondani egyébként az előző videóról, és ez neked is szól, úgyhogy ne neves. Nagyon sokan írtátok, hogy sajnáljátok, hogy már nem versenyzek többet, és ez így azért nem teljesen igaz. Vele, vagyis az öcsémmel az a megállapodásunk, hogy erre a szezonra fogja lovagolni Enjoyt, ami ugye azt jelenti, hogy körülbelül egy fél év a szabadtéri szezon, ami szeptember végén teljes mértékben lezárul, és utána fogom folytatni a lovaglást, úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy én most a lovaglás és a videózás közül a videózást választottam, csupán annyi, hogy erre a szezonra odaadtam neki a lovat, hogy ő is tudjon érvényesülni. Itt vagyunk a hotelbe. Szóval itt vagyunk a hotelbe, és elkísértem Sanyit, hogy becsekkoljon. Én ugye otthon alszok, viszont nálunk nem lenne annyi hely, hogy mindenki elférjen, úgyhogy Sanyék hotelbe alszanak. Most éppen 5:30 van, és 5:30 kezd a szám, úgyhogy addig átöltözik, lepakolta a cuccait, kicsit telefont töltöttünk, és hasonló apróságok. Most átöltözik, aztán visszamegyünk a lovardába, és ott fogok nektek még mutatni dolgokat, hogy miket kell csinálni verseny előtt. Kérdezhetek tőlem pár apróságot, úgyhogy azokra is válaszolni fogok. Indulhat. Te már megint mit csinálsz? Mindig vásárolsz, állandóan vásárolsz. Elindultunk már a lóhoz, nem sokára kezd a szám, nem sokára körülbelül egy óra múlva. Elkezdünk készülődni, megmutatjuk nektek, hogy miket használunk Enjoyra, kicsit részletesebben, mint az előző videóban, utána pedig megyünk ki, és mutatom a melegítést. Itt egy Enjoy orr. Ezt a hevedert egyébként nagyon szeretem, ez egy equilányos hasvédő, ezt tavaly vettük, talán azt hiszem. Ugye kicsi? Ez nekem nagyon bevált, ezt nagyon szeretem, Sanyinak egy kentauros nyerge van. Melyik is? Naxos. Nekem Prestige Parisom van. Próbáltam én is egyébként a kentauri nyergeket, a Sanyét is próbáltam, de nem tudom, nekem a Paris vált be a legjobban, úgyhogy én Prestige párti vagyok. Ezt még gyorsan le kell takarítsam, ez egy kentauros, teljesen egyszerű szütyhám, nekem ez nagyon bevált, én nem szeretem az ötpontosat, nem szeretem a szőrösöket, úgyhogy ezt a sima szütyhámat használjuk Enjoyra. Sanyi is és én is ezt a fajta kepkobakot használjuk. Vannak gyönyörű kobakok egyébként, tele kirakva strasszal, vagy fényes, vagy mindenféle variáció van. Én ezt a teljesen egyszerűt nagyon szeretem. És így a végére, ez egy Veredus Grand Slam invédő, Scott Brash fajta. Nekem nagyon tetszett ezzel a kis aranyberakással. Egyébként nem szeretem az aranyat, de nagyon jól áll Enjoyon, úgyhogy ezt használom rá. Mindig most is top. És végre abba az ablába van, amit én használtam rá. Hakamorz ablakomból. Büszke vagyok rád. Igen, te találtad ki, és mégse így vetted át tőlem. Okos gyerek. Na, bevált a kombináció, mi? Mindjárt helyezve vagy, ha ez van rajta. Ezt kapta Sanyi. Muszáj volt a nyeregem előtt mögé rakni, mert másképp nem látszik semmi. Fiatal lovas elődöntő, 3. hely. Kajáltunk gyorsan egyet Sanyival, nézzük közben a versenyt, átbeszéljük még a mai pályát, és indulok haza, holnap találkozunk. The next day. Kiértem a lovardába, és Sanyi még nem látott, úgyhogy az első reakcióját szeretném. Mit szólsz a sminkemhez? Mit veszel észre rajta? Köszönjük a passzot. What? Nem sokáig voltam kint egyébként aznap a lovardában, ahogy láthatjátok, játszottam egy kicsit Enjoyjal, megnéztem egy versenyszámot talán, és siettem haza, mert videóznom is kellett még. The next day.
És el is érkeztünk a harmadik naphoz, kiértem már a lovardába, ahogy látjátok, iszonyatosan sötét van, 6 óra elmúlt, és öcsinek a száma csak 8:30-kor kezd, vagy valami ilyesmi, viszont arra gondoltam, hogy mivel az ő pályáját, amikor nézzük, akkor mindig kapkodás van, ezért az előtte lévő számot az IPI-nek a pályájánál meg fogom mutatni, hogy hogy megy egy pályanézés. Úgyhogy most bemegyek a Fedelesbe, és onnan jelentkezünk együtt. Abba maradtunk Sanyival, hogy segíteni fog nekem pályát nézni. Én fogom tartani a kamerát, és magyarázom, hogy mit csinál, és ő pedig be fogja nekünk mutatni. Amit nagyon sokan kérdeztetek, hogy honnan tudja, hogy mikor merre kell menni. Erre adjál választ, Léci, honnan tudod, hogy mikor merre kell menni. Minden pályán az ugrások ki vannak számozva, meg van, hogy melyik után mennyi, és milyen távolságban van egymástól. És ezen kívül ugye minden szám előtt van egy pályanézés, ami arra szolgál, ahogy itt már láthatjátok is mögöttem, hogy a lovasok gyalog ló nélkül körbejárhatják a pályát, leléphetik a távolságokat, és van rá körülbelül egy olyan 20 percük, hogy megtanulják a pályát, amit aztán le fognak lovagolni. Minden pálya elején van egy fotocella, start táblával, és azon, hogy áthaladnak a lovasok, akkor kezd el mérni. Tehát onnantól számolják az időt. Ez ugye arra is jó, hogy a csalási lehetőség ki van zárva, tehát teljesen tiszták az eredmények. Nagyon röviden kétféle ugrástípust különböztetünk meg, a szélest és a keskenyt, vagyis a meredeket. Az egyiknek csak magassága van, míg a többinek, amin belül van sok különböző fajta, azoknak szélessége is. Ez az ugrás, amit itt láttok, a kettes számú, ez ugye egy meredek, ennek csak magassága van, ahogy láthatjátok, nincs semmi szélessége. Most pedig, ahogy láthatjátok, Sanyi egyenletes 1 méteres lépésekkel lelépte a két ugrás közti távolságot. Hány méter? 25,5 méter, ami egy 6 vágtás vonal. A negyedik ugrás az egy okszer, és látjátok, ez két rútból állt. Mennyi? Kényelmes két vágta, ami azt jelenti, hogy a két ugrás közt a lónak kettőt kell vágtáznia. És itt láthatjátok a széles ugrásokon belül a második típust, ez egy triple bar, amit láthatjátok, hogy 3 rútból áll. A hatos ugrás megint egy meredek, és látjátok, van egy ilyen kis kiegészítő, ezt pedig vizes tálcának hívják. Ez pedig egy egyvágtás. Kettes ugrás, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy a két ugrás között egyet kell vágtáznia a lónak. És az az ugrás, ahol ott nagyon sokan állnak, az az utolsó ugrás, amit errefele ugrunk, és ott megint ott van a két fotocella. Ahogy látjátok, kint vagyunk a melegítőn, Sanyi már elkezdett ugrani, viszont szerettem volna gyorsan elmondani, hogy miből is áll egy melegítés. Igazából nincsen rá semmiféle szabály, minden a lónak a jelenlegi állapotától függ, körülbelül 20-30 percet szoktunk melegíteni, régen én is így melegítettem Enjoy-jal, és most Sanyi is így csinálja. 5-10 perc sétával kezdjük, és ezt nem is számoljuk igazából bele a tényleges melegítésbe, majd 10-15 perc ügetés következik, és ugyanennyi vágta, ami után természetesen az ugrás következik. Először kicsi meredekkel kezdünk, majd haladunk felfele, majd megyünk okszerre, és abból is az egész kicsitől egész addig a magasságig ugrunk, amekkorán versenyezni fogunk. Az pedig, hogy meredekből és okszerből éppen mennyit ugrunk, az is teljes mértékben a lónak a jelen pillanati állapotán múlik. Körülbelül 20-25 meredeket szoktunk ugrani, és 10 okszert. Nagyon ügyes voltál. Nézd, mit ad neked, Sanyi. Hoppá. Nem lettek ma helyezve, viszont benne vannak abban a háromban, akik nullával várják a döntőt. Tehát 3 ember van, aki teljesen hibátlannal áll, és igazából nekik van esélyük arra, hogy megnyerjék a Fedeles döntőt. Szia! Holnap délután lesz a számuk, úgyhogy Enjoy most pihen, és holnap délután találkozunk. The next day.
Itt vagyunk vasárnap, az utolsó nap. Kiértem a Tattiba, ne haragudjatok a napszemüveg miatt, de olyan gyönyörű idő van, úgy süt a nap, hogy nem tudom levenni, annyira égeti a szememet a nap. Gondolkoztam rajta, hogy miket mutassak még nektek, viszont amiket kértetek, azt szerintem mindent megmutattam, úgyhogy most el fogok menni Enjoyhoz, és fel fogom bogyózni. Ezt igaz nem kértétek, viszont szerintem tök érdekes és nagyon szép a végeredmény, úgyhogy menjünk a lóhoz. Te itt nagyon aranyoskodsz, de ez mi? Mi? Ki volt ez? Ezt a fésűt hónapokig kerestem. Az egyik oldala egy sima fésű, a másik pedig egy csat, és direkt vonáshoz van, és így tudok vele fonni. Itt van a kisbaba. Hát egyébként 4 hiba ponttal érkezik a Kanadáról, Rondigo származás. Se tudom, fel tudom elvenni, újra megérkezem. És a nap híre. Itt láthatjuk a fedeles döntő bajnokát az én kis gyönyörűségemmel, és amit nagyon szeretnék nektek elmondani, hogy miért vagyok rá nagyon büszke, Sanyi így, hogy megnyerte, címvédő lett, tehát tavaly is ő nyerte a fedeles döntőt, és idén is, úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok. Kisíti a szemem egyébként a nap még így is, hogy napszemüveg van rajtam, viszont azt szeretném nektek elmondani, hogy hogy nyerte meg Sanyi a döntőt. Utolsó napra 3-an maradtak hibátlanok, ami azt jelenti, hogy mind a 2 nap egymás után hibátlant mentek, és egy kicsit könnyebb dolga volt, viszont ez az egyik legnehezebb feladat, csak egy nullát kellett mennie ahhoz, hogy esélye legyen megnyerni a döntőt. Neki sikerült hibátlant menni, a másik 2 ember, aki pedig dupla nullával állt, 1-et és 2-t ütöttek, így ő lett a bajnok. És most pedig megyek be a fedelesbe, ugyanis jön az eredményhirdetés, és vele együtt a bajnokavatás. Elmondani nem tudom, hogy mennyire örülök. Talán egyébként még jobb érzés, mint hogyha én nyertem volna meg. Nagyon ügyesek voltak, nagyon jól ugrott Enjoy, Sanyi most így a 3. napra lett tényleg tökéletes, nagyon ügyesen lovagolta, úgyhogy mutatom nektek, hogy mit kapott. Van egy kolártakarónk, aminek az egyik oldalán az van, hogy fedeles döntő fiatal lovas 2019, a másik oldalán pedig a felújított nemzeti lovardának a képe van belehímezve. És habár azért nem látszik tökéletesen, hello, itt vagyok én is, ezen pedig az van, hogy fedeles díjugrató döntő 2019. március 14-17, 17-e egyébként kincsemnek a születésnapja, fiatal lovas döntő első hely, és ugyanúgy a nemzeti lovarda. És mi már itt vagyunk a teljesen üres istállóba, elmentünk, rendeltünk képeket, amit láthattok is az Instámon. Még egyszer nagyon gratulálok neked is, Sanyi, és neked is, Enjoy, köszönjük a közreműködést. Nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor ne felejtsetek el nyomni rá egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!